Megijesztett. Azt látom. De elnézést, nem akartam. Két dolog miatt vagyok itt. Először is köszönöm, hogy megmentette a fiam életét. Újra megtenném. Ezerszer is, hogyha kell. Remélem, nem lesz több ilyen. És a másikok? Egy kérést teljesítek vele. Beszéljünk. Te vagy a szerelmem? Igen. Azért hívlak, hogy elmondjam, messze leszek tőled. De a szívemben magammal viszlek. Örökké az adósod maradok. Kérlek, Estefánia, vigyázz magadra. Azért visszajössz majd. Na hát, szépen vagyunk. Az eszem megáll. És ez most komolyan, itt kell csinálnatok? Mi van, hogyha a lányom lát meg benneteket? De hát a lányod... Fogd az hát, nem érdekel, elég legyen. Hogy lehettek ennyire felelőtlenek? Kérem, asszonyom, ne mondj el Estefániának. Könyörgök, szépen kérem. Fogd be a szádat, te ribant! Neked semmi jogod ahhoz, hogy ilyet kér tőlem, és garantálom, hogy nem tudom majd tartani a számat. Ez annyira visszataszító, amit itt műveltek, és semmi tisztelet nincs bennetek. Jaj, ne legyen már ilyen ideges, csak csókolózz! Te faka be! És nem akarok több részletet hallani, hogy mit csináltatok. Te szoka! Undorító. És ráadásul itt a kanapén, ahová én is ülök. Hogy képzeltétek? Attól jobb, mint ha ágyba bújtunk volna, nem? Ne feszíts tovább a holt, mert nagyon rossz vége lesz. Pofa be! Sajnálom. Az én hibám volt, ő nem tehet róla. Amikor bejött a szobába, én oda mentem hozzá, és megcsókoltam. Hirtelen felindulásból történt, aztán rádöltünk a kanapéra, és... Azt akarom, hogy azonnal menj el ebből a házból. Neked megbocsátok, mert te egy kis szerencsétlen hülye vagy, aki hagyta magát, és nem tudott ellenállni ennek a... Nem te tehetsz arról, hogy ez a nőcsábász kiszemelt magának, ez egy gazember! Menj innen! Menj már! Nem neked mondtam, te ide gyere! Te! Kifelé! Összesen 10 másodpercet van rá! 9, 8, 7. Hét! És 6, 5, 4. Megismétlem, Viktor. Javier Bolívar ártatlan. Nem ő ölte meg azt a fiatal lányt. Mit titkolsz? Érzem, hogy titkolsz valamit. Barátok vagyunk. Nem bízol bennem? De. Igazad van. El kell mondanom a teljes igazságot. Az öcséd zsarol engem. Azzal zsarol, hogy elmondja neked, hogy a lányod szeretője voltál. Nem mondta, hogy vissza fog jönni. Javier ártatlan. Tudom. Nem olyan, mint az apja. Smith, ha már beszélgettünk gyerekekről, szülőkről, kapcsolatokról, valamit nagyon szeretnék megtudni. És talán magad tud ebben segíteni. Asunción, Reina édesanyja, meglátogatott. Hogy az ön apjáról beszél? Úgy gondolja, hogy ő volt az apám legnagyobb szerelme. De tudom, hogy ez nem igaz. Ez most nem lényeges. Azt akarom tudni, hogy
Miért? Hogy miért érdeklődött a testvérem felől? Nem tudja véletlenül? Nem megy. Nem bírom tovább. Édesem, gyere. Elég volt. Miért történik ez velem? A lányom az előbb azt mondta, hogy utál. Te is utáltál engem, kislányom. Folytasd, és harcolj a szeretetéért. De soha, soha ne hagyd el a lányodat. Ne tedd azt, amit én tettem veled. Ő kicsoda. A kisbabám. Az édes kis kedvé. A csempész fia. A testvéred. És Estefánia testvére is.